ettől? Hát, hogy mi derül ki? Na most jön a nagyon leleplezés. Hány krémet is használ otthon egy nő? De ez a legrosszabb, ugye? Igen. Bocsi. Tudtam! Májfoltok, nevető ráncok. Ez is szavar. Kezd megereszkedni. Én, amit mindig keresek, az ugye az érett bőr. Uh-huh. Micellás víz. Remek, de nem mindenkinek. Akkor milyen sorrend otthon? És honnan tudom, család, hogy melyik a jó? Erre valók a kozmetikusok. Most éppen megnézem a bőrödnek a rugalmasságát. Csip-csip-csop. Igen. A jó kezed van. Lehet, hogy évtizedek óta rosszul kezelem a bőröm. Milyen kifaggatlak. Hajrá! Hajrá! Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. Bonjour! Bonjour! Bienvenue! Merci! Szia! Örülök, hogy a kozmetikában. Sziasztok! Egy nagyon izgalmas beauty sorozatba kezdünk most. Megérkeztem Kóczi Áritához, aki kozmetikus, méghozzá egy kozmetikus dinasztia sarja egyébként, és Párizsban tanulta a szakmát, vagy sokat jártál Párizsban. Úgyhogy mi történik ma velem? Mert hogy ez egy hosszú időszak lesz, 3 hetente jelentkezünk majd. Hú, ez nagyon sok kérdésem van. Tartsatok velünk, és most belépünk a szentélybe. Mivel kezded, hogy ez egy felépített rendszer legyen? Mit is használsz otthon? Minden. Kiöntöm mindjárt. Na most jön a nagy leleplezés. Hány krémet is használ otthon egy nő? Hát ez nagyjából a fele, az egész fürdőt elhozhattam volna egyébként. Just living my life with no big worries. Nem tudok szólni. A bőség zavara. És tudom, hogy ez csak töredéke. Párhuzamosan használom őket ráadásul, ami valószínűleg nem nagyon oké. És hogy éppen ami a kezembe akad, és éppen amikor eszembe jut. De ez a legrosszabb, ugye? Igen. Bocsi. Tudtam a jó gyakorlat. Nem véletlenül van kialakítva igazából egy-egy márka, és felépítve, hogy mit miután használ. Ez mind kémia, szinergia hatás, tehát azért is vannak termékcsaládok egy márkán belül, hogy úgy még jobban fokozzák a hatást. Ezért szoktunk kialakítani egy otthoni ápoló programot. Mivel te vagy az, aki az idő többségében te ápolod otthon a bőrödet, uh-huh. Viszont egy kozmetikus meg segít abban, hogy mit és hogyan használj. I wanna stay wide open. Vajon nagyon felgyorsult a világ, mindig azonnal akarunk eredményeket, nincs ez másként a bőrünkkel sem. Így nagyon sokan, például ha a bőrükön valamilyen elváltozás van, akkor azon a plasztikai sebészhez rohannak, pedig a bőrnek a táplálása kozmetikai feladat. Jó mondom? Ez abszolút így van, igen. Most a plasztikai sebészeti beavatkozásokat tudjuk annak a hatását növelni, hanem egyszerűen egy nagyon jó kényeztető, egy relaxáló program a nők részére. És a kozmetika meg sokkal fontosabb része a bőr táplálásnak, a bőr karbantartásának, puhán tartásának, a rugalmasság megőrzésének. Először is kérdéseket fogok feltenni, Andi, rengeteget. Hűha! Hogy megismerjem az életedet, a körülményeket, hogy milyen hatás, külső hatások érik a bőrödet. De nem csak kívülről, hanem belülről a táplálkozás szinten is. Kérdések hada következik. Sikerés? Milyen a vízfogyasztásod? Napi 3 liter. Egy éve. Már szép teljesítmény. Örülök, hogy még nem fulladtál bele. Szuper, mit étkezel? Zöldség, gyümölcs, fehérje. Napi 5-ször. Oké, az nagyon derék. Kávézol-e? Igen. Sokat. Van-e bármiféle allergiád? Nem tudok róla. Sportolsz rendszeresen? Futok, bringázok. Mennyire stresszes az életed? Nagyon. Megfeleltem? Megfeleltél. Én, amit mindig keresek, az ugye az érett bőr. Uh-huh. Az első kozmetikai találkozónak része az is, hogy megnézed, így van. Hogy mi van a bőrben és alatt. A bőrön és a bőr alatt. Hajrá! Hajrá! You went there every summer. That place you're thinking of. Izgulok. Mitől? Hát, hogy mi derül ki? Ugye?
Lehet, hogy évtizedek óta rosszul kezelem a bőröm. Mindjárt kifaggatlak. Mit szeretnél? Látod? Elérni. Látod? Én rengeteget mosolygok, de tényleg. Egy kicsi lánykorom óta nagyon sokat nevetek. Látjátok? Itt és itt is a nevető ráncaim most már tényleg nagyon mély ráncokká nőtték ki magukat, úgyhogy nem vagyok hajlandó lemondani a mosolygásról, de szeretném, ha egy kicsit a koromnak megfelelően lágyulnának ezek a ráncok. Aztán itt vannak a májfoltok, fényvédő krémeket nem használtam, tehát használjatok fényvédő krémeket. Májfoltok, nevető ráncok, csak hogy el ne felejtsem, ez is szavar. Tehát ahogy jön a kor, ugye elkezd megereszkedni, és akkor ilyen... Itt azért mosolygok, hogy többet, mert akkor felhúzza. Tornáztassuk meg a jó kis masszázsokkal. Jó, jó. Igazából ezekkel nem vagyok elégedett. Ja, és igen, amit elfelejtettem mondani, hogy szerintem nőtt az orrom, és ezért a pórusokat nagyobbnak látom. Szerintem a pórusok kitágultak. Tehát, hogy egy kicsit esetleg összehúzni őket. Egyébként úgy mondom nektek, hogy amikor én középiskolás voltam, akkor semmilyen gyulladás, semmilyen pattanás nem volt a bőrömön. Hát így középkortól felfele viszont, ami nagyon nagy előny volt korábban, hiszen dehidratált volt a bőröm, nem zsíros, emiatt nem voltak pattanásaim, az most nagy hátránnyá vált. Ugye? Igen, ez sajnos az így szokott lenni, akinek megképzeld, akinek meg zsírosabb bőre fiatalkorában, és több a pattanása, több a fagyú termelése, annak meg idősebb korában lesz nagyon szép a bőre. Úgyhogy aki... Nagyon irigykedem csajok, akinek zsíros bőre van, most tényleg visszakaptuk revansba középiskolás előnyeinket. Tehát ez a kiinduló pont, és akkor innen indulunk. Kezdjük el. Lemosom az arcodat. És akkor elkezdem tüzetesen átnézni, amikor egy tiszta képet, smink nélküli képet kapok, hogy akkor ott pontosan milyenek is a bőr kondícióid. Úgyhogy meg kell találni a megfelelő arclemosó terméket is. Micellásvíz? Remek, de nem mindenkinek. Egyébként én azt használom, tehát sminkel távolításra, illetve a krémek felvitele előtt. A tisztításra való, hogy megszűnjön a mindenféle korszennyeződés, smink az arcodról, de ez így el is mozdítja a bőrödnek a pH-ját, ezáltal a kis mikrobiom réteg is elmozdul, tehát a krémek előtt és a letisztítás után kellene egy tonikot használni. Valamint a micellás vizet telemosod, utána megmosod a bőrödet, vagy nem mosod meg a bőrödet a micellás víz használata után? Nem mosom meg. Ez sem túl jó. A szennyeződések eltávolítására való, tehát azt is le kell takarítanod, le kell mosnod a bőrödről, miután használtad. Akkor mi a sorrend otthon? Micellás víz, arcvíz, rendes vízzel lemosod utána az arcodat, és akkor utána használsz egy tonikot. Ott már különböző tonikok vannak, ott is meg kell találni azt, hogy mi az, ami a bőrödnek a legmegfelelőbb. Van, aki spray formájában, van, akinek egy kis géles állvágú, hidratáló, még több. És honnan tudom, hogy melyik a jó? Erre valók a kozmetikusok. Tonik után jó fölhelyezni a krémet. Igenis, értettem, mert amikor már a pH rendben van. Így van. Egyébként fényvédőt használok, de az olyan régóta, de minden nap. A rendes nappali krém után a fényvédő az a következő, amit fel kell tenni. És most itt most sajnos ki kell emelni a kelszót, hogy kötelező minden nap használni. Akár városban vagyunk, és minden nap csinálunk valamit, jövünk, megyünk, gyereket kirakjuk a suliba, a bevásárlás, egyszerűen a fényvédőnek ott kell lennie, és nem csak az arcodon, hanem a nyakadon, meg a dekoltázsodra is. Most éppen megnézem a bőrödnek a rugalmasságát. Csip-csip-csoppa. Igen, valamint azt, mennyire vízhiányos, milyen kis ráncok alakulnak ki, mennyire érzékeny, hol vannak kis hiperpigmentált foltjaid. És még egy fontos kérdés, a radírozás. Radírozni?
Hát gyakorlatilag szinte nem. Szinte nem? Szinte nem. Oké. Úgyhogy azt gondolom, hogy a radírozás is egy külön következő epizódot lehet annak szentelni. Oké, akkor legközelebb a peelingről beszélünk. Úristen, így szokott nézni a tanárnéni, amikor el akarja mondani, hogy hát ez a dolgozat tulajdonképpen jó is lehetne, ha nem lenne rossz. Nagyon dicséretes azt, hogy használsz krémeket, meg mindenféle krémeket, csak kezdjük el tényleg így felépíteni, mert a nedvesség tartalmát, a vizet, azt vissza kell mindenképpen adni. Volt is egy felvétel, amikor meg kellett állni, mert hogy túl fényesedett a bőröd, úgyhogy ezért T-vonalban fagyú termelésed az még mindig egy picit fokozottabb. Akkor ez azt jelenti, hogy ilyen vegyes bőröm van? Mondhatjuk így, és ez ilyen nagyon hétköznapi megfogalmazás, hogy vegyes bőr. De egyébként így ezt mindenki megérti, és akkor így a pórusokra is, ami az orrodon téged zavar, akkor arra is egy kicsit jobban fókuszálunk. De mindenféleképpen azért egy olyan kombinált táplálást adunk a bőrödnek, fókuszálva a peelingezésre is. Igen. Ami megújítja a bőrödet és visszaadja a még jobb rugalmasságát, puhasságát, és kicsit tudunk halványítani ezeken a foltokon. Jó. Időt kell. Akkor legközelebb peeling. Tökéletes. Sziasztok! Sziasztok!